Szabó Sándor a Kárpáti Igasszó sportrovatának vezetője, kárpátaljaiként elsőként megkapta a Magyar Sportújságíró Szövetség Nívó díját. A szakma a Magyar Nyilak Örménytegezben című írását találta különösen értékesnek. Milyen érzés volt átvenni Budapesten ezt a magas szakmai elismerést? Hát díjat kapni órás öröm és megtiszteltetés szerintem mindenki számára, főleg, hogy azt egy szakma elismerésként kapja az ember, és igazából az is öröm a számomra, hogy ezt egy igazi rádiós legendát, a sportújságíró Novotny Zoltántól sikerült így átvennem. Miről szól a Magyar Nyilak Örménytegezben című írás, amelyet különösen értékesnek talált a sportszakma? Hát a cikknek egyébként érdekes története van, mert a Szabó Ferencről szól, és annyit tudni kell, hogy Szabó Ferencnek a kisebbik lányával együtt jártam, egy osztályba jártunk, együtt végeztük az iskolát, és igazából abban az időben nemigen mesélt az édesapjáról, és néhány hónappal ezelőtt föl megkeresett engemet, hogy az édesapja halálának 30. évfordulójáról apropóján írjunk az ő tehetségéről, meg az ő elhivatottságáról a ziászat iránt. Én nem tudtam egyébként, de az édesapja egy nagyon neves és híres ijász versenyző volt, pályaijász, Ungváron született, itthon kezdte el az ijász sportnak az alapjait lefektetni, amit igazából Lemberben a katonai évek alatt sajátított el, ugyanis Lember volt a sportijászatnak az egyik fellegvára a Szovjetunió idejében. Utána meghívást kapott egy jereváni versenyre Örményországba, azzal a céllal hívták meg egyébként nem titkott céllal a helyi sportvezetők, hogy felkérjék az örményi ijászsportnak az alapjának a lefektetésére, és gyakorlatilag abban az évben, 70-es évek végén még hazatért, de egy évvel rá visszatért Jerevánba, és gyakorlatilag az ő nevéhez fűződik az örmény ijászsportnak a megalapítása, megalapított ott a helyi ijász szövetséget, és gyakorlatilag mai napig az ő elvei alapján tanítanak. Sajnálatos módon a hirtelen elhunyt a Szabó Ferenc, és nem tudta befejezni ezt a munkát, amit ő elkezdett Jerevánba, de voltak tanítványok, akik sikeresen továbbvitték az ő eszméjét, az ő tanítását, és a mai napig van a róla elnevezett verseny Jerevánban, vannak olyan versenyek, amelyeket gyakorlatilag ő alapított, és sajnálatos módon Kárpátalján, Ungváron keveset tudunk róla, és azért éreztem fontosnak azt, hogy az olvasókhoz eljutassuk és bemutassuk az ő történetét. Tényleg egy olyan sportemberről van szó, aki sok mindent letett magyarként Örményországban ezért a sportért. A cikkben egyébként sikerült megszólaltatnom régi növendékeit, vagy akik sportoltak az ő idejében, akik gyakorlatilag ma Örményországban élnek, de volt olyan, akivel a Kaliforniában sikerült kapcsolatot föltvennem, de olyannal is, aki Ungváron mai napig nagyon szívesen emlékszik vissza azokra az időkre, amikor elkezdődött itt az ijászkodás Kárpátalján, Ungváron. Jelenleg napjainkban egyébként milyen sportélet, magyar sportélet van Kárpátalján? Melyek azok a sportágak, amelyekben jeleskednek kárpátai magyar sportolók? Hát jelenleg a 21. században Kárpátalján nem mondhatni azt, hogy duskálnánk kárpátai magyar sportolókban. Inkább általában a múltat szoktuk emlegetni, a labdarúgást, hogy a Szabó József, Rácz László, Beca József, hármas trió, aki így labdarúgásban komoly sikereket tett le. A manapság inkább nem annyira tömegsportok, mint a kisebb téli sportok terén vannak sikereink, ilyen például a snowboardban a Csundák Dancsa Anna Mária, aki nemrég épp most februárban világbajnok ezüstérmes lett Amerikában. Ez egy óriási siker a sportágnak. Gyakorlatilag az ország Ukrajna első érmét szerezte ebben a sportágban, paralel lesiklásban nyerte ezt az ezüstérmet. Ami még a többi sportot illeti, akkor beszélhetünk arról, hogy még egész sikeresek vagyunk vívásban. Herej családnak vannak magyar felmenői, ők nagyon jó sikereket ér el vívásban.